Gondolom, már rájöttetek, hogy leginkább Pest megye HFC hálózatain előforduló erősítők bemutatásával folytatom a tartalomgyártást. Igyekszem szolgáltatótól függetlenül egymásnak is bemutatni a technikákat. Az alapelképzelésem az volt, hogy a legegyszerűbbtől haladok a bonyolultabb felépítésűek felé. A nagyon kitartóak még nódot, illetve onut is láthatnak majd belülről. Vizi VX23. Na, ennél sincs túl sok beleszólásunk a jelfolyamba. De mégis nagyon oda kell figyelni az apró eltérésekre. A dobozból kivéve alaphelyzetben az előreirányba csak két helyen avatkozhatunk be. A potenciométerrel a jelszintet lehet csillapítani az első fokozat előtt. A két fokozat között a JP2-es jumperre hívnám fel a figyelmet, aminek három állása lehet. Értelemszerűen attól függ, hogy mit csinál, hogy mely lábai vannak összekötve. Ha a 3-as és a 4-es, akkor simán átengedi a jelet, de ez nekünk ugye a szintezés elmélete miatt nem jó. Ha az 1-es és a 3-as plusz a 2-es és a 4-es van összekötve, akkor egy 6 decibeles csillapítást iktat be a két fokozat közé, ami nekünk megint csak nem jó. Ha viszont a 3-as és az 5-ös plusz a 4-es és a 6-os van összekötve, akkor egy 6 decibeles tiltet iktat be a két fokozat között. Ez kell nekünk a legnagyobb mer és ber értékekhez. Sajnos a kettőt egyszerre nem lehet kiválasztani, pedig a legtöbb esetben az lenne az igazán jó. Létezik hozzá moduláris tiltkártya is az első fokozata elé. Ha valaki ilyet is használ, akkor a B1-es átkötést meg kell szakítania. Létezik belőle hagyományos, potméteres és forgatható kocka kivitel is 4 különböző értékkel. Ennek az erősítőnek már moduláris, könnyen cserélhető a viszirányos panelja. A viszirány szintezésénél arra kell odafigyelni, hogy ezek a tekerentjük nem a megszokott heliopotméterek. A teljes szabályzást 3/4 fordulattal elintézik. A duplával állítod először egyenesre a sweepet, majd a szimplával a jelszintet. Szükség esetén a panel jumperei segítségével tudod passzívra állítani a viszirányos részt. Ez az egyetlen csillagpontos dobozba szánt erősítő, amit alapból lehet két kimenetűsíteni ezekkel a jumperekkel, ha eszünkbe jut, ezzel esetleg meg tudunk spórolni egy külső 2-es osztót.